A 45 éves Szabad Radwan a szíriai Idlibből menekült három gyermekével együtt, remélve, hogy eljuthat a biztonságot jelentő Európába. De a török-görög határ zárva van. A hideg éjszakát a Szabadban töltötték a török oldalon. Az egyik gyermek Taha, Down-szindrómás. Édesanyja szerint nem kap megfelelő ellátást a török oldalon. Azért indultak el, mert egy új otthont kerestek, és most a semmi közepén ragadtak. Miért mondták nekünk, hogy jöjjünk, hogy gyertek Európába, itt nincsenek határok, panaszkodik az asszony. Mert nekünk azt mondták, hogy a határok nyitva vannak, és mindenki átjuthat, de ez nem igaz. A menekültek és a bevándorlók most arra panaszkodnak, hogy a török hatóságok folyamatosan akadályozzák őket. A világ minden tájáról vannak itt emberek, mondja az Euronews helyszíni tudósítója. Szíriaiak, szomáliaiak, afgánok. Azt mondják, hogy most mindkét Görögországba vezető utat lezárta a rendőrség, tehát itt ragadtak, miközben még mindig Európába tartanának. Mindezek ellenére sokan mégis útnak indulnak. A rendőrök összeszedték az embereket, akik itt voltak ezen a mezőn az út mentén. A menedékkérők nem tudják, hogy hova viszik őket a rendőrök. Nem sokkal ezután a rendőrök megtiltották, hogy tovább filmezzünk, leállították a kamerát. Ez az 51 éves orvos szintén Szíriából menekült a családjával. Egészen a határig jutott el autóval, ott a rendőrök kiszállították őket, és kényszerítették a családot, hogy gyalog folytassák az utat. Nem bánnak emberségesen velünk, mondja az orvos. Nem is tudom, mit mondhatnék, de egy gyereket arra kényszeríteni, hogy 20 kilométer gyalogoljon. Kocsival jöttünk, fizettünk az autóért, akkor miért kell gyalogolnunk? Unokatestvére Ibrahim azt mondja, hogy semmi más nem szeretnének, csak jobb életet a gyermekeiknek. Teljesen reménytelennek érezzük a helyzetünket, mondja Ibrahim. Zárva vannak a határok, senki nem akar minket, senki nem akarja befogadni a szíriai menekülteket, pedig mi csak egy biztonságosabb helyet keresünk. Szabad közben egy kicsit közelebb került a végső céljához, át tudott jutni a török kerítésen, és sokakkal együtt továbbra is abban reménykedik, hogy elérheti Európát. Most menjek haza, de hiszen már nincs otthonom, mondja a 45 éves nő. Nincs semmi, amiért visszamehetnék. De ha megtenném, akkor is mindent a nulláról kellene újra kezdenem. A vissza helyett az előre a mi utunk. Ez jobb nekem is, és a fiamnak is.